Sok szeretettel köszöntöm mindenkit az Agapé gyülekezetből, itt húsvét előtti héten. A mai témánk az aggodalmaskodás, illetve a hit nélküli életnek a nehézségei. Egyetlen egy példát szeretnék csak felhozni, amikor Jézus a tengeren volt a tanítványaival, és viharba keveredtek, miközben Jézus annyira elfáradt, hogy elaludt. És majdnem elsüllyedt a hajó. Egyszer csak a tanítványok már nem bírták tovább, mert kezdett megtelni a viharból kifolyólag a vízzel a hajó. Egyszer csak felrángatják Jézus, hogy kelj fel, mert el fogunk süllyedni. És akkor Jézus felkel, látja a tanítványoknak a kétségbe esett kiáltozását a vihar kellős közepén, és azt tudni kell, hogy a mi Istenünk, aki Jézus formájában megjelent közöttünk, ő olyan Isten, aki még a vihar fölött is Úr volt. Mint ahogy a betegségek fölött is Úr volt. És ilyen Isten az, ilyen Krisztust követnek a keresztények valójában. Akik, azért azt egy mondatban hadd térjek erre ki, hogy aki azt mondja magáról, hogy keresztény, az nem biztos, hogy keresztény. Nem az a keresztény, aki mondja magáról, hanem azok a keresztények, akik követik is Krisztust. Azok az emberek tudják csak követni, akik megismerik személyesen és hallják az ő hangját. Tehát ez a Krisztus, akinek a hangját lehet hallani, azt mondta nekik, hogy ne aggodalmaskodjatok, ne féljetek. Higgyetek el, nála minden megvan, ami az élethez szükséges. És felállt, és ráparancsolt a tengerre, némulj el, mondta ezt, és a tenger lecsendesedett. No, nekünk ilyen Istenünk van, és akik valóban követik Jézust, azoknak a szívében ez a békesség van, ez az Istenre való hagyatkozás, hit van, ez szükséges az Krisztus követéshez, és erről tett bizonyságot az, ahogyan Jézus lecsendesítette a tengert, arról az erőről, arról a hatalomról, ami ő nála van. Hát ilyenekről is hasonlókról van szó, Agapé gyülekezetben, vasárnap 10 órakor istentisztelet, Újpesten munkásotthon 33-39, hétközben kis csoportok, mindenkit sok szeretettel várunk.